Nem tudom, hogy megérkezett-e már. Mert akkor nem érkezett meg még. Igen. Tehát, hogy most szeretném Bereményi Gézát szólítani. Nem látom. Igen. Zavar keletkezett a rendszerben. Akinek Vali címmel jelent meg novellája a lapszámban, és ugye a mostani poszternek az egyik szereplője. És akkor mindjárt a poszter ügyfelől indítanék először, hogyha Bereményi Géza meghallja, hogy egy poszternek az egyik oldalán szerepelhet, és hogy egy másik író kerülhet a poszter másik oldalára, akkor lenne ajánlata, igénye, olyan jelöltje, akit nagyon szívesen látna a saját hátoldalán, és hogy valakinek nagyon szívesen kerülne a hátára. Hát nem tudom. Nem tudom, mert nekem sosem volt poszterem, a falaimon soha nem volt egy kép sem, mert én vagy 100 helyen laktam, de nem volt idő arra, hogy berendezkedjek. Tehát nem volt. Ez a kultúra hiányzik az életemben. Könyveim voltak, és ilyen hordozható. És most? Van-e valaki? Nincs. Az egész lakás ilyen sivár fehér falakon áll. És már vannak olyanok, akik vendégségbe érkeznek, és körülnéznek, és elmondják, hogy ők mit tennének ott. Hogy én ide úgy hiányzik, és a nők elsősorban. Hogy oda kéne, és ajánlatokat tesznek. De az engem elborzaszt, amit gondolom, hogy meghatároznak. Nem, én vagyok a kultúrálatlan kopár albérnök. Tehát akinek hátán a háza voltam, és most már, hát idős ember vagyok, most már úgy próbálom ellensúlyozni a dolgot, hogy nem váltogatom a lakásokat, hanem tulajdonképpen 3 lakásom van. De ott semmi sincs a falon. És 2 nagyfiam van már, azokkal élek együtt, és azoknak sincs egy ötletesen. Nem. Ja igen, a nagyobbik fiamnak van egy ilyen New York, de hát ez felőkarcolók repülő. De hát az is minden reggel arra esik a pillantása. Tehát ez egy hülyeség. De lehet látni, hogy jobb hiány van. Szóval ő ilyen, és mit tudom, jól tud angolul. Szégyellem magam. Hát most viszont sok magyar irodalmár és nem irodalmár háztartásban Bereményi Géza fog kikerülni. Ami hát egy bizonyos tekintetben feloldja ezt a problémát, hogy a fehér falak fognak Bereményi Gézával megtelni. És akkor még azt szeretném kérdezni, és az kicsit kapcsolódik a szöveghez, amit mindenkinek ajánlok elolvasásra, ugyanis most nem azt fog elhangozni majd. Egy pillanat, hadd várjak közben, novellának nevezted, nem novella, ez egy regényből egy regény részlet. Csak mivel most már ilyen házi szerző féliek kezdek lenni a hévíznek, folyton szeretném, hogyha részleteket közölnének ebből a regényemből, amit tulajdonképpen egy önéletrajzi regény. De nyíltan bevallottan önéletrajzi, vagyis hogy mindenki a saját nevén szerepel, mondjuk van éppen nem, mert hát ha még él. És kislány korából szerepel benne, de egy hangalakjában hasonló nevű lány volt, és egy írónak, aki önéletrajzot írónak el kell hittetnie, hogy igaz, amit ír. Valahogy most az én életemben nagyon sok hihetetlen dolog történt,
vagy amit úgy érzem, hogy nem tudok elhitetni. Nagyon nehéz elhitetni. És ezért gondoskodnom kell arról, hogy hasonlítsam az élethez, ami velem folyik, velem történt. És ezen igyekszem, szóval ez a fő alkotói probléma. Ez lett volna egyébként a kérdésem, hiszen az jó ideje tudható, hogy kvázi emlékiratok készülnek, hogyha akkor ezt a szót lehet használni, és hogy számomra mondjuk az világos is volt, hogy minthogyha a Vali című szöveg egy ilyen hatalmas konstrukciónak lenne az egyik ilyen kiemelt részlete, és valóban egy gyerekkori történet, és noha, tehát két Vali is szerepel a szövegben, és egyik Vali sem Vali, vagy csak a fő Vali nem. Egyik vagy sem jó, akkor be valami szűk körben vagy, Marik voltak. Mind a két Marival laktam az udvarban, az egyik egy évvel volt fiatalabb nálam, a másik két évvel. És akkor itt a korkülönbség is nagyon számított, és nem volt más gyerek. És én voltam az egyetlen fiú az udvarban, és hát csodálatos két lányjal élni egy udvarban, akiknek én vagyok az első férfi az életében, és ők az első lányok az én életemben. És ahogy megjelentek, ahogy felbukkantak, meg minden, nem tudtunk mit kezdeni azzal a hatalommal, amit a nemi különbség jelent. Ez egy olyan hatalom volt, mintha kötelező lett volna ezzel élnünk, csak nem tudtunk hogyan. És ennek a furcsa barbár tapasztalatlansága volt nekem a két Mari. És egymás mellett laktunk nagyjából, földszintes ház volt, szoba, konyhák, és az idősebbik Mari az a közvetlen közelünkbe ért, és egy ajtóban a Zsiga bácsi lakott utána, és utána pedig a kisebbik Mari. Én a kisebbik Mariról nem is tudtam, annyira megvetettem, hogy olyan kicsi volt. És egyszer csak előbukkant teljes kopájában. És pont akkor megsértődtem a nagyobbik Valira. És akkor a kisebbik Marihoz pártoltam, és akkor a nagyobbik az kezdett megszűnni. És akkor, hogy kivel megyek el moziba például. Őrületes volt. Őrületes. És aztán pedig el kellett mennem abból az udvarból 6 éves koromban, és utána pedig visszajártam vasárnaponként, szombat vasárnaponként. És a lányok úgy nőttek föl a szemem láttára, de ugyanakkor kiderült, hogy a kisebbik Mari az szerelmes egy fiúba, aki a szemben lévő magas bérház körfolyosóján szokott időnként átcsorogni. És innen a földszintesről kinézte magának, de az nem jelentette azt, hogy belém nem szerelmes ugyanakkor. Ezek a dolgok, ezek hihetetlen, nagyon, nagyon bonyolultak voltak, és nagyon jó, szóval mindegy. És abból egy fejezet van ebben a könyvben, minden egyes mozanat igaz belőle. Tehát és a legjobb volt, hogy volt valaki, aki beleolvasott már a kéziratomba, és mondta, és mondom, de ez igaz, hidd el, hogy ez pontosan igaz. Persze, hogy igaz, hiszen ilyet nem lehet kitalálni. Na most akkor talán legyen ez a módszer. Szóval kitalálhatatlanul igaznak kellene tűnnie. És nem tudom, hogy érem el, ez fokról fokra megy, és itt közlünk a részleteket a éjjönzben. És már hogy ez a kitalálhatatlan igazság, mint alkotói módszer, mert hogy azért is nagyon-nagyon izgalmas volt, hogy tulajdonképpen most bevezettél minket a novellának a világába, mert hogy többször most már te is úgy mesélted el, hogy a nagyobbik Vali és a kisebbik Mari, tehát hogy egymásra olvasódott az élet meg az irodalom, de hogy most nem ezt a szöveget fogod felolvasni, hanem egy másikat, egy verset, amiben koreaiak és Gárdonyi Géza vietnámiak, bocsánat, és Gárdonyi Géza, hogyha tudnám erre. Igen, ez nagyon friss, és azért szeretném felolvasni, mert szeretném megmutatni, hogy még meleg.
nemrég született. Ez egy olyan dolog történt fel, hogy kimehettem Vietnámba, és ott voltam 10 napot. És egy 1956 alkalmából. De Vietnámban leplezni kellett, hogy 56 alkalmából vagyok ott, mert 56-ban a magyarok ugye oroszokra lőttek. És aki oroszokra lőtt, az Amerika barát. És ez érthetően Vietnámban, hogy is mondjam, ez negatív dolog. Tehát a magyarok azok jenki barátok. És viszont azért mehettem ki, és beszélhettem 56-ról, mert voltak olyan, vannak olyan vietnámok, akik Magyarországon tanulhattak a Kádár időben, és tudnak magyarul. Tökéletesen beszélnek a vietnámok, remekül beszélnek magyarul, ha tudnak. És akcentus nélkül tökéletesen tudtunk beszélni bármiről. Viszont megkértek, hogy leplezzük ezt, hogy én nem az, hogy én magyar vagyok, hanem hogy 56 alkalmából vagyok ott. Na most így, tehát ezen az 56-os találkozón csak a holland követő, meg még valami nyugat-európai követ volt ott, akiknél 56 elismerésre méltó. És még rengeteg ilyen dologba ütköztem. Tehát, hogy ott az mit jelent, hogy jelent, meg mit tudom én. És a kínai-vietnámi kapcsolatokat megismerve, egyik este egy felejthetetlen hármas beszélgetés volt, két vietnámi költővel. És akkor viszkiztünk, és berúgtunk. És ugye a költők között, hát én alkalmi költő vagyok, de hát ők költőnek ismertek el engem. És a költők között bekerültem a költők világába, akik fajra nemre, minden való tekintet nélkül valami közös van bennük, valami költői eszperantó van. Tehát valami bizalom. A költő, egyik költő úgy néz a másikra, teljesen pártállástól függetlenül meg mindentől, hogy tudnak valamit egymásról. Na, tudják, hogy kell. Egyébként még jó, hát még kicsit elkanyarodva csak ebben, hogy a Jakob Burkhardt-tal olvastam múltkor egy fantasztikus megjegyzését, hogy azt írta a 19. század második felében, hogy a történészek azok nem tudnak olyan mélyen behatolni egy történelmi problémába és egy korszak elemzésébe, mint az adott korszaknak a költői. Mert a költők valami belülről hoznak ki valamit, és akár szerelmes verset írnak, akár, mit tudom én, objektív lírát, bármit, azokból többet meg lehet tudni a versekből, arra a korszakról, mint a legmélyebben szántó költői, vagy történészi elemzésből. És úgy belegondoltam, hogy tényleg igaz lehet. Most ezzel a két vietnámi költővel berúgva egy panelháznak az udvarán, ahol 10 000 kis motor ment közeli strádán, ott vietnami családok ülnek ilyen kis motorokon, 4-esével, 5-ösével, egymás nyakával ülnek. Ebben a teljesen elvarázsolt helyen magyarul beszélgetve egy olyan beszélgetésünk volt, amit nem tudtam elfelejteni. És lassan lírai témává változott bennem, és a napokban megírtam ezt a verset, úgyhogy most szeretném ezt elmondani, ezt a verset felolvasni, mert hát azért végülis én nem vagyok azért annyira költői költő, egy kicsit epikus vers. De hát szóval valami föltámad bennem, nem hagyok nyugodni, és akkor mint lirai témát megírtam. Úgyhogy szeretném ezt elolvasni, mert hát kíváncsi vagyok, hogy éle ez a vers. Ez az első és jó alkalom nekem. Az a címe, hogy Zung, Zang és én. Így hívták tudnék ezeket a költőket.
három ittas költő, kettő vietnámi, az egyik meg magyar, kiülnek piálni házkertbe Hanoiban, Kinstráda forgalma, költőnek költőben megvan a bizalma. Az egyik én voltam, Zungé Zanga másik. Mennyien olvassák itt a vietnámik, legalább te mondd meg, fordítója te vagy, kérdezem Zungtól az egri csillagokat. Vajon van, aki megveszi? Hogy fogy itt a gárdanyi? Mivel épp most mi nálunk megy a divatból ki. Erre azt mondja Zung, számunk majdnem 100 millió, és annak fele, vagy majdnem fele gárdanyi szerelmese. Magyar olvasója nem volt, és nem is lesz sohasem ennyi. Én kérdem, mitől van ez? Fejünkbe tűzött csillagmilliárd, és mi aztán 56-ot kezdtük emlegetni, hogy vietnámi szemszögből a magyarok, Zang ezt állította, nem voltak haladók, mivel 56-ban oroszokra lőttek, és ezáltal a jenkik tovább erősödtek. Én meg egyre csak tűnődöm. Nem értem gárdonyi itteni kultuszát. A török probléma mond, mitől jön ide át? Azt mondtad, kínai itt több ezer éve az állandó kérdés, ami fel van téve Vietnámban. Itt egy török részből hogyan lesz könyvsiker? Az egri csillagok ezt mivel érte el? Erre Zung. Értsd meg, mi törökben a kínait látjuk, amikor egy egri irányoz egy ágyút. Mire én? És nem tudod képzelni azt, hogy 56-ban orosz helyett jenki van ott bent a tankban, vagy ha ez nem menne, inkább egy kínai? Erre Zung. A török a legjobb, azért jó gárdonyi, helyettesíthető a török, mert hogy az távoli. Nézd most három költő álmodozva tudja, jelképek erdején visz az emberünk. Én még nem olvastam ezt a szöveget az estelőt, úgyhogy most azt hittem, hogy kénytelen leszek improvizálni, de az tényleg érdekel, hogy erre a, tehát hogy a kitalálhatatlanul igaz módszer, az mondjuk erre a szövegre is igaz abban a tekintetben, hogy tényleg kvázi, nem tudom, 40-50 millió ember olvassa Gárdonyit. Nem. Nem. Sok millió ember. De valahogy úgy hozta a rímkényszer, hogy a vietnámi nép fele olvassa. De egy biztos, hogy Zung a műfordítója, a egri csillagok fordítója, az azt mondta, hogy oly sok millió olvasta nálunk, hogy Magyarországon soha senki nem fogja ennyi. Szóval Magyarország, amíg lesz, nem lesz ennyi olvasója az egri csillagok. És akkor ez az szöget ütött a fejembe. Hát ők nem is ismerik a törököket. És ráadásul van egy török barátom. Annak fölolvastam telefonba. És nagyon savanyú lett. Azt mondja, hát ő is tud jól magyarul. Azt mondta, hogy hát ez igen, ő mondta azt, hogy ez elég epikus. És azt mondta, hogy de ez akkor egy török csereberre megmondtam én. Mondom, hogy most ti érzékenyek vagytok. De úgy beszéltünk, mint két költő, tehát valami első bizalommal erről a nagy problémáról. Az ember egy olyan fajta, hogy mindig van egy életveszélyes. És egyet még nem tettem bele, mert már nem fér bele, még annyit azon hadd egészítsem ki, hogy aztán annyi viszki fogyott a végén, hogy elkezdtem pimaszkodni, Zungalizanga. És azt mondtam, hogy voltam itt a tengeren, ami Vietnám partjait mossa. Igen, mondták, és így rám néztek, mit akarok. És akkor mondom, hogy hívják azt a tenger? És erre ránéztek, és aztán dél-kínai tenger. És mondom, ezt hogy bírják? Ez a mi nagy bánatunk. Hát ami nekik a dél-kínai tenger, az nekünk török Szent Miklós. És hogy még az jutott eszembe, lezárom ezt a blokkot, még az jutott eszembe, hogy a Zang és Zung és én mintájára, hogyha festők találkoztak volna, akkor a Monet, Manet és én vonalon lehetett volna, hogy én így Hát erről hadd mondjak valamit, mert ilyen durva buta általánosítások témájában dolgozik ez is, hogy én laktam egy szobrászterepen, a Százados úton.
csupa szobrász volt mindenki. És akkor ott elmerültem a szobrászok világában, mint az egyetlen illetéktel lakok, nincs poszter meg szobra. És ott hallottam azt a mondást, hogy a festő mind őrült, a szobrász mind buta. És ebben van valami, hát a festők nem őrültek. Hát Van Gogh füle a pénznek, a festőknek. Köszönöm szépen Bereményi Gézának, hogy elmondta a történeteket és felolvasta a verset. Taps! És...